Üdvözlök mindenkit! Hát izgalmas napok voltak, a gyűlölködés az a tetőfokára hágott. Megrendeztem ebben a hónapban az Arénák Legendái című küzdősport rendezvényt, ami egyébként a szakma szerint nagyon sikeres volt, sőt a sajtó teljes szélességében megjelent. Három televízió közvetítette az RTL, a TV2, és a Rácz Félix 024 -e streaming szolgáltatója megjelent Hollandiába, Svédországba, Görögországba, átvették a közvetítést, illetve hát egyes részleteket ebből a gálából, és meg is kerestek ezekből az országokból, hogy szeretnének együttműködni velem. Természetesen ilyenkor a gyűlölet hullám, ezek az irigykedők, ezek megint előkerültek, és mindenféle rággalommal tele e, dumálták az internetet, az egyik az volt, hogy nem fizettem ki a versenyzőket. Aztán előkerült egy videó, ahol lehetett látni azt, hogy mindenkit fizetek ki, és hogy a szervező irodában kb. 10 versenyző van, és én pedig számolom a pénzt és adom át. Akkor meg az volt a szöveg, hogy nem annyit adtam, amennyit ígértem. Erős is videókat, hogy én eredetileg is annyit ígértem, amennyit adtam. Eredetileg 300 ezer forintot ígértem a győzteseknek és 50 ezres a veszteseknek. Aztán időközben volt egy szponzor, aki bejelentkezett, és azt mondta, hogy ő a vesztesek pénzét megemelni 50 ezer forinttal. Ezt el is mondtam egy videóban, március 14 én videóban lehet látni, hallani. És azt mondom, hogy lehet, hogy lesz egy szponzor. Tehát nem azt mondtam, hogy száz százalék, nem azt mondtam, hogy biztos, hogy a vesztesek nem 50 ezret fognak kapni, hanem százezret, hanem azt mondtam, hogy lehet, hogy lesz egy szponzor, és az megemeli 50 ezer forint a vesztesek pénzét, bár azt is hozzátettem, hogy én nem a veszteseknek adnám, hanem a győzteseknek. De ezt követően többször elmondtam aztán különböző ilyen videókban, hogy a fő, illetve hát a nyerteseknek 300 ezer forint, veszteseknek 50 ezer forint lesz kifizetve, ez ki is lett fizetve. Akkor abba kötöttek bele, hogy a bírókat én lefizettem, mert hogy a, a két idős versenyző, ugye egy 67 meg egy 78 éves versenyző bunyózott, az volt a gálának a fő meccse, ez egy világrekord felállítása volt, ami sikerült is, az idősebb versenyző 78 éves, a bírók döntése szerint kikapott ezen a meccsen. Ebből óriási nagy perpatvar lett, mert nagyon sok rajongója van az idősebb versenyzőnek, egyébként én is kedvelem őt, meg hát mind a kettőt, hát mind a kettő a barátom, de hát az idősebb az, aki 50 éve az én barátom, és ettől függetlenül, elkezdték azt híreztelni, hogy én óriási pénzekbe fogadtam valakikkel, nem tudom kikkel, a, az idősebb versenyző ellen, és ezért vesztett az idősebb versenyző. Aztán olyan is volt, hogy megfizettem a bírókat, szóval amit lehet, ezek kitalálnak, aljaskodnak, de ezek ilyen kis pitiáner, tényleg a, a legkis senki senkiháziak, akik egyébként semmit nem értek el az életükben, csak azt, hogy ott a saját oldalukon aljaskodnak és hazudoznak, és próbálnak vicceskedni, hát legalábbis az ő számukra vicces kijelentéseket írkálnak ki. Én nagyon-nagyon megbántam, hogy egyáltalán belefogtam ebbe a rendezésbe, hiszen én azt akartam, hogy a versenyzők, a bunyósok jól érezzék magukat, egyébként ők vissza is igazolták, hogy jól érezték magukat, azt is visszagazolták, hogy mindenki megkapta a pénzét, érdekes módon a legidősebb versenyző, aki 50 éve a barátom, és akit én tényleg nagyon támogattam, és elértem, hogy megismertessem a világgal, hiszen világrekordot állított fel, az egy szóval nem köszönte meg, nem írta ki a Facebook oldalára, ahol egyébként az ő ismerősei, barátai mocskolódnak, hogy gyerekek, a Péter az a barátom, nem csapott be, kifizetett, és felejtsétek el ezt a sok hülyeséget, amit kitaláltok. Többször beszéltem vele, mindig elmondja a privát beszélgetésekbe, hogy ő mindenkinek elmondja, hogy én kifizettem őt is, búsásan, gáláns voltam, egyébként minden versenyzővel, tehát nem is akarok most már erről beszélni, mert tényleg ez nekem fájt, hogy négy hónapig dolgozok, és a belemet euh, kitettem, hogy ez egy sikeres gála legyen, és utána mindenki akadályoz, mindenki szemétkedik. Ugye a rendőrség nagy erőkkel kivonult, a vám- és pénzügyőrség akadályozta másfél óráig a munkatársaimat a gála idej alatt, aztán katasztrófavédők, szóval mindenki ott volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres gála volt. A, a gálának a főorvosa, a dr. Somogyi Péter, aki egyébként az Ökölvívó Szövetségnek és a főorvos azt mondta, hogy ilyen gálát csak én tudok szervezni, és hogy csak olyan gálára fog eljönni, amit én szervezek. A sajtó szintén megdicsért, a tévések szintén megdicsértek, és a jelenlévők szintén. Tehát itt nem rólam szólt ez a történet a versenyzőkről, és azok a gazemberek, akik a a hamis híreket gyártják, és hazudoznak az oldalaikon, ezek ártanak az ökölvívásnak, mert már arról beszélnek azon az oldalon, akik elhiszik ezeknek a hazudozóknak, hogy igazat mondanak, hogy hát akkor ki fog indulni legközelebb a Tassani Péter által szervezett gálán, ha nem fizeti ki. Hát azok fognak, azok fognak indulni, akik hisznek bennem, akik megkérdezik az induló versenyzőket, hogy tényleg megkapták a pénzt, és azok, akik sikeresek akarnak lenni, és szeretnének a tévében szerepelni. De egyébként annyira sikertelen volt a gálánk, és csak úgy mondom, hogy három külföldi ország átvette a tévé közvetítésből egy részletet, a három televízió is ott volt, és a másik gálánál a Holyfield, aki a világ leghíresebb, egyik leghíresebb ökölvívója, azon viszont meg nem volt kint a televízió, és sokkal kevesebbet beszéltek róla, mint a gállánkról. De én minden gála szervezőt tisztelek, és azt mondom, hogy aki erre adja a fejét, az nagyon bátor, az nagyon elszánt, mert rendkívül nehéz egy ilyen gálát megszervezni. Egyébként nézzétek meg a. Videókat a Facebook oldalamra is föltettem, és ide is föltettem, a YouTube oldalra és a TikTok oldalamra is föltettem, amit egyébként én nem használok már, de ezt úgy gondoltam, hogy meg kell, hogy osszam a TikTok közönségével. Remélem, hogy mi jó emberek sokkal többen vagyunk, mint ezek a gonosz, rosszindulatú, rossz életű, sikertelen emberek és miénk a jövő, miénk a világ, mindenkit szeretettel ölelek, és üzenem, nem hagytam abba a gála szervezését, továbbra is fogok gálákat szervezni. Mindenkit szeretettel üdvözlök!